Éjszakai szórakozó helyekről kijövő emberek elképesztő hangerővel és elképesztő ricsállyal randalíroznak az utcán. Most jutottunk el addig a pontig, ahol már ez nem tolerálható a lakók számára. Mindenféle emberi végtermékek találhatók az utcán reggelre. Nincs tisztaság és nincs közrend. A drogárosítás, a prostitúció, a lövöldözések szinte már napi rendszerességgel zajlanak itt a kerületben. És mi azt szeretnénk, hogy Budapestnek az legyen az üzenete, hogy nem lehet mindent, de nagyon jó, meg tényleg jó így bulizni. What's your plan for tonight? To just be happy, man. To just be happy. Sajnos a nagyon kevés nagy hangúak, azok mindig sokkal jobban hallatják a hangjukat, de azért az embereknek a 99%-a az rimkultúráltan szórakozik, de hát ez egy ilyen környék. Reggel 6-ig nyitva lehetnek a szórakozó helyek. Ez az, amit első körben meg akarunk szüntetni, ami gyakorlatilag egy sziget fesztivál non-stop 0-tól 24 óráig, egy olyan környezetben, ami erre nem alkalmas. Mi is érzékeljük ezeket a problémákat, amik hosszú évek óta fennállnak, és nem azt, hogy javulnának, hanem egyre rosszabbak. Véleményünk szerint egy közös felelősségvállalás kellene ezen az egész területen az egymásra mutogatás helyett, ahol is az önkormányzat is, és a különböző vendéglátóipari egységek is kiveszik a részüket abból, hogy ez a terület ez élhető legyen, és normális legyen. Akkor 30-40 ennek járnak énekelni mondjuk az ablakunk alatt, italoznak, felmásznak a kocsiainkra, de van olyan, hogy csak simán lehúzzák a tükreinket mindkét oldalon. WC-zést az utcára intézik, illetőleg a kapu aljainkba. Biztos van, aki szeretne nagyon kultúrátlenni, és ezért egy sörös pohárba intézi, amit elhelyez az újságos tárolóinkba. A nemi aktusaikat azt szintén a kapu aljainkban folytatják, akár egymással, akár fizetett nőkkel. Úgyhogy, és nagyon sokan vevők az itteni megélénkő drogkereskedelemre, akár valódi drogot kapnak, akár nem. Érdemes lenne megfontolni a csendrendeletnek valamilyen fokú bevezetését. Hát éjfélkor bezár a kocsma, és szépen menjenek olyan helyre, ami esetleg hajnalig üzemel. Nem feltétlenül a tiltással, hanem egy közös együttműködéssel tudnánk létrehozni bizonyos megoldásokat. Még hogyha éjfélkor bezár az összes helyt, teszem azt, akkor az összes ember ki fog szódulni az utcára, és ugyanolyan cirkusz lesz, mint előtte. Régen 10 után nem lehetett a környéken piát venni, amióta a dohánybolt van, azóta lehet piát venni a hajnalba is akár. Elég cinikus hozzáállás az, amikor azt hallom, hogy akinek nem tetszik, az menjen el innen. Senkinek nincsen joga megmondani, hogy mi hol lakjunk, hogyha nekünk kényelmi okokból, vagy esetleg azért, mert önkormányzati lakás nincsen módunk elköltözni, az a mi dolgunk és a mi jogunk, hogy itt is lakjunk. A belváros az mindig is minden országban, minden városban nyilván egy pörgő, egy élénk, egy pezsgő városrésze a településnek. Ettől független azt gondolom, hogy az élhető világért, az élhető életért igenis tennünk kell. Én itt születtem, és pontosan tudom, hogy milyen volt a belváros előtte, úgyhogy nekem ezt nem lehet megmagyarázni. Én tudom, hogy nem volt ilyen. Azt is tudom, hogy az elmúlt 3-4 évben lett csak ilyen. Ami itt ma a Belső Erzsébetvárosban van, az közel sem szól az élhetőségről és a fenntarthatóságról. Aha, jó.
volt jó. A nappal tök jó emberekkel találkozok, ez egy színes forgatag, itt jönnek a Ausztráliától, tényleg a világ minden tájáról jönnek az emberek, így fotózgatnak, érdeklődnek, és aztán amikor leszáll az este, akkor elkezdődik a mozi, a Chihiro Szellemországban című film. Budapest nightlife! Shit, it's like global nightlife, happiness, peace. Az elmúlt 7 évben Vad Tamás Zsolt polgármestersége alatt szinte alig volt olyan lépés, amely az itteniek életét megkönnyítette volna. Első ilyen nagy löket az volt, amikor ugye megszüntették, hogy a bent dohányozni lehessen a szórakozó helyeken. Akkor én egyébként itt laktam még a környéken, akkor éreztem én is egy hatalmas emelkedést az utcai zajszínben. Amikor ide költözött ez a fogas instant kóceráj, akkor azért itt éjszakánként ilyen 2000 fős sorok simán állnak a bejárat előtt, több bejárat előtt is, mert ugye több bejáratuk van. A szimplával ugyanez a probléma, ugye a Kazinczy utcában. És hát ellátóház, stb. Nagyon sok van. Egyfelől lenne egyfajta ilyen etikai kódexszerű dolog, amihez lehet csatlakozni a vendéglátóegységeknek. A rendőrségnek is sokkal nagyobb anyagi és nagyon sokkal több személyi erőt kell ide vezényelnie, hiszen az ő kutatásaiból tudjuk, hogy csütörtöktől vasárnapig számolva kb. 180-200 ezer ember szórakozik itt Erzsébetvárosba. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szakmai és egy olyan rendőrszakmai helyzet, amire a rendőrségnek sokkal komolyabban kell válaszolnia. Ez a Budapest éjjeles kommunikációs csoport, tehát ez több vendéglátóipari egység, és egyre többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Most jelenik meg a napokban már a repülőtéren az első kiadványban, amit a kezükbe kapnak a turisták, egy ilyen, hogyan viselkedj, hogy ne utáljunk, körülbelül egy ilyen sorvezető. Például megnyitjuk a vécénket a nyilvánosság számára, az egy óriási probléma, hogy Budapesten alig van nyilvános WC, ingyenes nyilvános WC meg még kevesebb. Don't feed me! Don't feed me! I'm joking! You can feed me! Azért az utóbbi pár évben kikopott az olyan, az annyira durva ilyen legénybúcsús foci csapat, jellegű szórakozó tömeg, akik ilyen kibírhatatlanok és tényleg borzasztóan viselkednek. Ott kezdődik, hogy nem nagyon engedjük már be őket. Ez nekünk is érdekünk, mert hogyha valaki így viselkedik, akkor lehet, hogy ő mondjuk valamennyit megiszik, viszont 5 másik ember föláll miatta is elmegy, aki normális és szeretne normálisan szórakozni. Ezért is van sor előttünk egyébként az utcán, mert mindenkit átvizsgálnak, megnézik, hogy mennyire, tehát hogyha olyan állapotban van, akkor nem engedjük be, illetve az nem lehet csinálni, hogy mondjuk valakit beengedsz, szétítatod és utána kirakod az utcára, hogy akkor legyen innentől a köztereseknek a gondja. 6,6 milliárd forint az a bevallott pénzmennyiség, ami befolyik az államnak a Buli negyedből. Pontosan tudjuk, hogy ennek többszöröse az igaz. Az államháztartásnak, a szálláshelyek fizetnek idegenforgalmi adót és hasonlók, de az, hogy most itt 500 kocsma működik 5 utcán, az nem hoz plusz bevételt a kerületnek, sőt csak rombolást hoz. Sokan egyébként elköltöztek innen, való igaz, de nagyon-nagyon felmentek az ingatlanárak. Tehát aki elköltözött, általában elég jól tudott kiszállni az itteni lakásából. Le kéne ülni végre a vendéglátóipari egységeknek a képviselőivel, a lakóknak a képviselőivel, ami eddig nem történt meg, és közösen kellene erre valamiféle megoldásokat találni a rendőrséggel és más szervekkel együtt. Én azt gondolom, hogy egy lakóövezet soha nem lehet megfelelő helye egy diszkónak, vagy egy hajnali üzemelő helynek.